Sopron Basket, PEAC-Pécs, mérkőzés és sajtótájékoztató, elsőként a legjobb játékosát szeretném megkérni a értékelését, és köszönjük a megszólalást. The scores is it all, I think. Sopron is the best team in Hungary, and we were a team that had a lot of injuries and had a tough couple of weeks because we could not practice with a complete team. So, congrats to Sopron, they were amazing. I love the way they play. They play very quick, we had no answer. Our zone didn't work, man-to-man didn't work. It's a very good team, and it's a game that you have to forget now. Thank you very much. Nagyon agresszíven jól játszottak, hiszen a Európa egyik top csapata, és sajnos nagyon rossz ritmusba kerültünk ide. Válogatott program, sok sérültünk volt, de három hétig gyakorlatilag 3-4 felnőtt játékos érkezett és junior csapattal. Ez látszott is, mert nem tudtunk semmilyen ellenállást mutatni a Sopron játékának. Annak örülök, hogy a második fél időben kicsit talán jobb ritmust kaptunk, és volt egy-két olyan támadásunk, ami jobban sikerült, de igazából nem tudtuk megnehezíteni a dolgokat. Sajnos nagyon fontos mérkőzések jönnek nekünk, és nem remélem, hogy a sérült játékosaink felépülnek, mert így nagyon nehéz öt felnőtt játékossal bármilyen eredményt is elérni. Köszönöm szépen!